Üdvözlöm szeretettel az egybegyűlt közösséget. A Jóisten dicsőítésére, Isten tiszteletünk folytatására énekelni fogjuk. Előtted, előttem vár, előttem tárvány kapu, köszönöm szépen, éneket. Veszpuni mum bum veni trancsászta dupa masa. Osza kântăm cântarea aceea care o să fie pus pe afiș. Köszönet és hála, édes jó Istenünk, hogy elvezettél ezen órákban, szent imaházadban. Köszönjük egy csodálatos szombatot, köszönjük, hogy még nyitva vannak az imaház kapui. Megköszönjük neked tanításodat, megköszönjük neked útbaigazításodat, és megkérünk szépen, a te szent lelken jelenjen meg a közönségben, a mi szívünkben, a gondolatunkban, és az igazítson olyan úton, hogy eljussunk szent országodba. Kegyelmedből kértük, drága Jézusunk, szent érdeméért, hallgassál meg. Amen. Amen. A program ugyanúgy folytatódik, mint a délelőtt. Nem az énekkar, hanem mi fogunk énekelni, a közösség, nagy szeretettel, nagy szívvel és odaadással. Megkérem a technikus testvéreimet, hogy nagyítsák ki az éneknek a szövegeit, hogy jobban lássuk, mint ahogy a délelőtt volt, úgy köszönöm. Az első ének Zarándok útamon. Amen.
Teremts tiszta szívem belém, tisztát, mint az ég csillaga, melyhez emberi kéz nem nyúlhat, amelyet szent kezed helyezett oda. Tisztát, mint a patakok vize, minek forrását nem látja szemünk, rejtett utakon tör a felszínre, hogy felüdülést hozhasson nekünk. Tisztát, tiszta szívet, mert oly sokszor vétkezünk. Erős lelket is adj, mert Uram, oly sokszor megnélankadunk. Fáraszt a sátán, üldözd szüntelen, ha nevedben zászlót lobogtatunk. Harcos élet a mi életünk. Csatából csatába megyünk. Bűnös ember bűnöket legyőzni, nehéz, Uram, nehéz a győzelem. Ezért, ha ismert vagy ismeretlen bűnök szívünkben fészket raknának, ne engedd, Uram, hogy beköltözzenek. Küldd el hozzánk a megfedő Nátánt. Egyenként is, de az egész néphez, hogy bűnbánatra tudna téríteni meg. A kicsiny és nagy el tudná mondani, elhagytuk mind az ég Istenét. De ismerjük a mi bűneinket, és most fejet hajtva, sírva kérve, megvalljuk álnokságainkat. Nem takarva, nem is szépítgetve, mert a lélek megvizsgálja bennünk a gondolatok rezzenő árnyát, és megméri az őszintesség mélyét, és megvizsgálja a szívünk tisztaságát. Amen. Istennek népe készen, ezt az éneket. Thank you.
falán, egy régi hárfa függött hajdanán. Húrját belepte az idők pora, s hogy utolszor zengett édes dala, réges-régen vala. Volt bájos éneke, édes hangja, ömlött húrjáról a dal, s a tündérrege. Lelkéből a szeretet árja szólt. Ó, most is látható, bárha holt, dicső szép hárfa volt. De haj, sok év jött, és sok kihalt. A szelíd hárfa átélt sok vihart. A húrját megtépte az idők szele, s ma már nem zenghet több dalt vele szív s lélekkel tele. Hiába töpreng a kastély ura, hiába jön-megy mesterek sora, illeszgeti a hárfát hasztalan, a hárfa hangja mégis hangtalan. A hárfa halva van. De ím egy csendes, nyári estelen, a tölgyfajtó nyílik csendesen, a nagy teremben léptek konganak, s a hárfa előtt megáll egy tisztes ősz alak. És szólt, e hárfa miért hallgat vajon? Miért függ úgy hárfán a falon? Tán eltörött? Őszhangja megromlott? S a házura szomorúan válaszol, réges-rég elromlott. Leveszi a hárfát az idegen, egyet csavara kúszált idegen, karcsunyakán valamit helyre tol, aztán húrjába csap, és íme jól a hárfa újra szól. A régi tiszta dallam újra cseng, a nagy teremben visszhangozva zeng. A rozzent hangszer lelke visszatér, szeretetről, boldogságról beszél, hű mestere kezén. S míg mindenki ámulva kérdezi, hogy tudta így újjáteremteni. Az idegen csak annyit mondta még, ki e dicső hárfát csinálta rég, a mester én valék. Bűntől, nyomortól összetörve mind, hogy hárfánk újra szóljon megint, nem kell hozzá itt a földön semmi sem, nem kell sok nagy tudós esze, csak drága mesterünk keze. Ha visszanézek a megtett útra, mit veled jártam beléd fogózva, a szívem hálást üdvözlve téged, üdvözlve téged. Visszanézek a fájdalomra, sok szépre jóta, csodás napokra, a szívem hálás magasztal téged, köszönök mindent, Jézus te ha visszanézel, könnyű szemembe, sok mulatásom jut az eszembe. A szívem hálás magasztal téged, köszönöm.
Nagyon szépen köszönjük. Azt hiszem, hogy Gabika néni ezt mikor mondta, hogy állítani kell egy kicsit a hangszeren, ez pont az időseknek szólott, hogy állítottak, és pont olyan szépen szólott, mint fiatal korában. Már úgy éreztem, hogy a mennybe is vagyunk, és megkérdeztem magamtól, hogy hol van az a Kánaán, messze van? Ezt az éneket énekeljük el most, hogy hol van az a messze van Kánaán.
És elmúlik minden, mit őzös szíveddel itlen megszerettél és megcsodáltál. Régi életed zilált kerete, tüskés bozótja, csalfa reménye, fájó szerelme, ábrándos álma, s a féktelen ifjú tombolások, tavaszok, nyarak, fájdalmas őszök, mind-mind elmúlnak. Sárguló lombok zizegve hullanak lábaid elé, megadva maguk. Elhagy a barát, az ellenség is elhagy. Az élet minden édes melege megfagy. Röppennek az évek. Elnémul ajkadon az örömének. Virágillattal együtt száll el a gyermekcipős, gondtalan élet. Ifjú álmok mézédes nedűje, férfikor dele, fénye, ereje, temérdek terve, mind-mind elmúlik. Ruhád kopik, az arcod ráncos lesz, sima homlokod gondok, félelmek, könnyek, fájdalmak ekéje szántja. Görnyed a hátad, vézna lesz a tested, nehézi válik durva nagy kereszted. S ha leroskadtál kereszted alatt, mentők ezek éretted, már nem nyúlnak. Mikor mindezek végképp elmúlnak, közeleg a leszámolás napja, akkor majd úgy látod, semmit sincs. Mit viszel magaddal? Ha minden elmúlik, mi marad neked? Megmarad könnyed, mit másokért sírtál. Sóhajód, mit zokogva égbe bocsájtottál betegek, bénák ágya mellől. Megmaradnak az égő hőimák, simogatok könyvtörlő kezed, elfelejtett jó téteményei, megmaradnak vigasz szavaid, s lelkedben a lángoló szent hit. Sebkötözésed, ő feláldozásod, alamizsnát nyújtó forró szív jóságod, és lelkedben az igaz szeretet. Az marad meg, amivé Krisztusba letté, és az marad meg, amit Krisztusért tettél. Amen. Ha őszinte szívből Krisztusért tettünk valamit, akkor Kánoán nincs messze. Közel van Kánoán. És a Kánoánhoz vezető útat Jézus Krisztus készítette nekünk. Erről énekeljünk, mert készen az út már.
Lehetséges, hogy megértitek, hogy milyen nehéz megszólalnom. A délelőtt éreztük, hogy felénk hajolt az a drága mester, aki nagyon szeret, aki biztosított arra, hogy a legjobb utitársunk lesz. Éreztük az ő bátorító szavait, és arra kért minket, hogy tartsunk ki. De ma délután talán mindennél többet mondta. A ma délutáni óra beszél egy történelem befejezéséről. Annak a dicső történetnek a befejezését mutatta be költeményben, énekszámban, énekeltük, amelyért nagyon sokan felázozták életüket. Nagyon sokan vállaltak szenvedést. Ez a dicső reménység nem más, mint Jézus dicsőséges második eljövetele. Drága testvéreim, ha visszalapozzuk az egyház történelmet, a korszakokon keresztül ez a biztos reménység adott erőt ezreknek, millióknak, hogy ne csüggedjenek, hogy várják a beteljesedést. Ma délután olyan sok kérdést tettünk fel. Mikor? Messze van? Mikor jön vissza Jézus, és messze van-e még Kánaán? Azt mondjuk, hogy egy ember ölt nem olyan sok, de olyan hamar elrepült. Amikor 7-8 éves gyerek voltam, hallottam a kórust énekelni Jézus dicsőséges visszajöveteléről. És úgy éreztem, hogy olyan közel van Jézus visszajövetele, hogy talán én nem fogok tudni felnőni. Nem lesz idő arra, hogy terveket készítsek. És hadd mondjam el, nem csalódtam, de látom a negyedik generációt felnőni. És Jézus nem jött vissza. Mikor jön vissza? Vajon az ő ígéretét csak úgy elmondta és elfelejkezett az ő népéről? Látom, hogy vannak gyerekek, fiatalok, szeretnék mondani egy igaz történetet. 6 éves volt a kis fiúcska, amikor az édesanyját diagnosztizálták egy súlyos, gyógyíthatatlan betegséggel. Nem sokat értett, csupán annyit értett meg, amit az orvos megpróbált magyarázni az édesapának, hogy amikor eljön az ősz, akkor készüljön rá, hogy a felesége meg fog pihenni. A kisfiú, aki ott játszott a kályha mellett, nem is vették észre, de minden szót pontosan felfogott. Azt kérdezte édesapjától, édesapám, mit mondott a doktor bácsi? Hogy édesanyám meg fog halni? Hogy amikor eljön az ősz, édesanyánk megpihed? Aztán sokszor elfogta ez a vágy. Vajon nem gyógyul meg az édesanyja? Meg fog pihenni? És amikor mindig beszaladt, és megkérdezte, édesapám, mit jelent ez az ősz? Mikor jön az ősz? Ó, tudod, drágám, még sok van addig. Nagyon sok idő. Most virágoznak a fák, lesz gyümölcs, eszünk a gyümölcsről, aztán majd egyszer csak kezdnek leúlni a fák levele, és akkor majd. Telt az idő, és egy őszi reggel a gyerek látott egy falevelet lehullni. Keservesen elkezdett sírni. Édesapám, édesanyánk nem sokára meg fog halni. Ez történt. Fagyos őszi reggel volt. Megpihent az édesanya.
és a kis Péterke, mert így hívták a fiút. Temetés után nem volt, aki levetköztesse, nem volt, aki magához szorítsa. Valahogy nyűgösen levetközött, aztán sírva, elcsüggedve lefeküdt, mert édesapja kín volt az állatokkal. El kellett rendezze. Mire bejött a kisfiú úgy, ahogy tudott, elaludt. Reggel korán kelt, hogy az állatokat rendezze. És amikor bemegy, nézi, nem lássa sehol a gyereket. Kimegy az útra, kiáltja, Péterke, merre vagy? Semmi hang, semmi felelet. És egyszer jön valaki az utcán, neki, nem láttad az én kisfiamat? Ó, igen, láttam. Egy ásóval a vállán sietett a temető kert felé. Édesapa tudta, hogy miért, és messziről hallja a sírást. Drága Jézus, miért nem jöttél el? Miért nem hozott haza édesanyámat? Nincs, aki velem legyen, egyedül vagyok. Aztán fölvette az ölébe az édesapa, és azt mondta, kisfiam, Jézus vissza fog jönni. Kell, várjuk, és visszajön. Ez az ő legdicsőbb csodája, amit fog tenni, hogy életre fogja hívni az alvókat. Kedves testvéreim, én tudom azt, hogy mi várjuk Jézust. Miért várod Jézust? Ó, mert annyi szenvedés van, annyi bánat van. Azért várjuk Jézust, hogy ez a sok nehézség, panasz, fájdalom véget érjen. Várjuk Jézust azért, hogy új életet kezdjünk. De valóra fogja váltani ő ígéretét? Azt írja a Szentírás, ha késik is, várjuk őt, mert el fog jönni. Mire alapozzam az ígét ma délután? A Jelenések könyve első rész 7. versében. Látnok a Jelenések írója a következőket írja. Íme eljön felhőkkel, és minden szem meglátja őt. Ha most, ameddig itten ünneplünk és énekeltünk, Istennek egy küldöttje bejönne, és azt mondaná, testvérek, ez az utolsó éjszakátok itt ezen a földön. Jézus olyan közel van, hogy holnap belép életünkben. Mit szólnátok hozzá? Mit szólnál, testvér, akit te kéne bejelentsed ezt? Mit szólnék én, ha most ezt a hangot kellene mondjam? Így fejeződ be egy szombat délutáni prédikáció. A lelkész, aki hirdette az ígét, hogy még jobban felcsigázza a testvérek vágyát, azt mondta testvéreim, ha ez az utolsó éjszakánk itt, akkor úgy menjünk el erről helyről, hogy készen találjon minket Jézus eljövetele. És egy idős házaspár, akik végighallgatták, gyermekkoruktól készültek Jézus eljövetelére. Nagy megkönnyebbödve megfogják egymás kezét, hazafelé ezt mondják. Ó, de jó, hogy kitartottunk. Milyen jó, hogy Jézus ilyen közel van, hogy holnap már belépik a mi földünk történetében. Milyen jó, hogy vége a szenvedésnek. Örömmel térnek pihenőre. Ez lesz az utolsó éjszakánk ezen a földön. Éjjel egy álmot álmodik a testvérnő. Az Úr angyala jelent meg neki, és azt mondja, na mit szólsz ehhez a hírhez? Ez egy csodálatos hír.
Jézus bejön földünk történetében holnap. De tudod, szeretnék mondani valamit. Gyere velem, és keressünk fel egy néhány személyt. Aztán egy gyár tulajdonoshoz mentek, ahol a feleség beteg volt, ágyba fekvő. Megkapja a jó hírt, hogy Jézus jön holnap. Férjéhez fordul, és azt mondja, drágám, milyen jó, hogy Jézus holnap jön vissza. A férj, aki az íróasztalnál ül, felemeli tekintetét, és azt mondja, tudod, drágám, lehet, hogy Jézus jön. Erre készültünk. De nézd meg, milyen sok kártyát kaptam, számlát kaptam. Éppen most jönne Jézus, vajon holnap? Hát mi lesz ezzel a sok bejövő pénze, ha Jézus holnap eljön? Tovább megy az angyal, álmába viszi egy másik helyt, ahol szintén egy nagyon beteges asszony volt. Már alig jön ki a szó a száján. Férjhez fordul, azt mondja, drágám, gyere ide, hadd mondjuk el utolsó imánkat, és reményünket fejezzük ki, hogy Jézus holnap jön. A férj ránéz, és azt mondja, igen, jön Jézus, de még nagyon sok esemény meg kell történjen. Aztán harmadik helyre vezeti el az angyal ezt az idős asszonyt. Egy özvegy asszonyhoz. Három gyermeket nevel. Jég, hideg szoba. A három gyermek összebújva a lepedő alatt, a pokrosz alatt remegnek, fáznak, éhesek. A nagyobbik próbálja vigasztalni a kisebbeket. Nézzétek, mindjárt kell érkezzen anyuka. És azt mondta, ha a munkáját kifizetik, hoz fát, vásárol élelmet, meleg lesz a szobában. Ó, milyen jó lesz nekünk a mai napon. És nem sok időre nyílik az ajtó. Megjött az édesanyja, és mondja, gyerekek, már is csinálom a tüzet. Finom ételt készítek, kifizették a munkámat. Az angyal azt mondja, látod, ha Jézus ma jönne el, ma éjjel, egyik felvétetett volna abba a családból, a másik ott maradt volna. De nézd csak ezt a családot, amikor az édesanyja meleget csinált, gyerekek, akarok mondani még egy jobb hírt, hogy Jézus ma jön vissza. És a három gyerek felugrik az ágyból, örömmel kiáltják, ó, milyen jó, hogy jön Jézus. Többet nem kell fázzunk, többet nem fogunk éhezni, mert ő mindent jóvá tesz. Imé eljövök hamar. Milyen közel van Jézus eljövetele? Ha a hét gyülekezet korszakát tekintsük, mindegyik korszakban az Úr Jézus eljövetele tartotta fent az életet, a lelki életet. De a harmadik gyülekezet, a Laodicea gyülekezet, a hetedik gyülekezet, a Laodicea gyülekezete, akinek a legcsodálatosabb ígéretet hagyta Jézus, a Jelenés 3:20-ban, hogy hangzik? Íme az ajtó előtt áll. Milyen közel van Jézus eljövetele? El kell húzza a történelem függönyét, és belépjen. Ott áll szívünk ajtaja előtt, és ha beengedett, Jézus jövetele már is megvan. Mit fogok mondani Jézus eljövetelekor? Mi lesz az én válaszom? Lesz, amit mondjak Jézusnak? Úgy szeretném, hogy egy költeménnyel fejezzem be, egy költeménynek utolsó sorait említsem.
amikor eljön Jézus, elmondom majd néked. Majd, ha eljössz, Uram, majd, ha dicsőséget küldje, akkor felhasan. Majd, ha trónod körül én is leborulok, és színről színre látom a te szent arcod, hallom az angyalok dicső énekét, hallom az ajkapdról üdvözítő ígét. Ó, akkor én szólni nem tudok. Panasz és könny nélkül csendesen zokogok. Majd, ha eljössz, Uram, elfelejtek mindent, és néma könnyem áldja mindenért az Istent. Amikor eljön Jézus, elfelejtünk mindent. Ez a szenvedés, a vándorút, a fájdalmak sötét percei éjszakánként, amelyek nem hagyják, hogy aludjunk, mind elmúlnak. Mert Jézus eljövetelével megváltozik minden, és egy új kezdet lesz. Mikor jöjjön vissza Jézus? Mikor legyen az a nap, hogy Jézus visszajön? Mi várjuk őt. Sokan imádkoznak ezért, hogy jöjjön vissza. Meg vagyok győződve, hogy Jézus nem sokára visszajön. Én is nagyon várom. Sokkal jobban várom, mint ezelőtt 20 évvel. Hogy miért? Azért, hogy szemmel láthassam az ő ígéretének beteljesedését. Akarom hallani az angyalok kürtjét. Akarom hallani az ő tiszta hangját, amely be fogja kiáltani a halottak sírja fölött. Ébredjetek! Ébredjetek ti, akik a föld porába alusztok. Akkor az én örömöm is teljes lesz. Újra fogom látni az én szüleimet. Valahányszor erre a sorra nézek, ott, ahol most Kéménes testvér ül, mindig eszembe jut édesanyám, mindig eszembe jut édesapám, akik mindig arról beszéltek, hogy Jézus nem sokára visszajön. Ez volt édesapám utolsó kérése hozzám. Fiam, ha ígét hirdetsz, beszélj Jézus közeli eljöveteléről. Ő vissza fog jönni. Szívemből kívánom, hogy Jézus visszajövetele hozzon sok örömöt mindnyájunk számára. Hozzon felszabadulást. Hozza az új élet kezdetét, és hozza el az örök életet. Amen. Nem tudom, hogy miért, de egy pillantás alatt eltelt ez az óra. Miha csak bevezető lett volna, most kellene kezdjön a program. Nagyon szépen köszönjük a verseket Ica néninek, Abika néninek, Jolánnak, Karcsi bácsinak, a Jóisten áldjon meg titeket, és adjon jutalomul örök életet számotokra. Sokszor feltettem a kérdést én is, hogy miért teremtette a Jóisten az embert érzelmére? Miért teremtett érzelmet az emberbe? A választ abba találtam meg, hogy az Izrael népe is, épjének is meg volt adva az a parancs, hogy egy bárányt ott tartsanak három hétig, és feláldozzák, hogy érezzék azt a fájdalmat, hogy az atya elküldte a fiát ezért az emberért, hogy meghaljon. Hát igen, azt a cseppet, több mint valószínű azért teremtette az Úr az érzelmet, hogy azt a cseppet mi is érezzük, hogy milyen fájdalom volt számára, hogy az Atya elküldte az Úr Jézus Krisztus számunkra. Éppen ezért énekeljük ezt az éneket befejezésül, hogy ha megváltom, eljön, mint király.
Az ének után megkérem Csiki Maria testvérnőt, hogy mondjon egy befejező imát, és említse meg azt a két családot, akiért imádkozunk, a magus családot és a nagy családot. Amíg az orgona játssza az ének akkordjait, kérjük a diakonus testvéreket, gyűjtsék össze az adományt. Chiar dacă trupul acesta muritor va trece,
Te rugăm să ne reînnoiești în omul dinăuntru și dă-ne putere să privim spre Tine. Doamne, ajută-ne putinței noastre, Duhul Tău cel Sfânt să ne ia în stăpânire, să avem ochii noștri pironiți spre răsplătire. Te așteptăm cu dor să revii, să ne iei să ne duci acasă la Tine. Te rugăm să te înduri de noi, de poporul Tău, de pretutinde, cu cei în suferință, vizitează-i pe fiecare. Te rugăm frumos pentru familia Noia, Noia, Norbert, Doamne, Tu știi luptele lor, Tu știi problemele lor, fii Tu, Doamne, cu ei. Fii Tu ajutorul lor și sprijinul lor la vreme de nevoie. Rămâi, Doamne, cu noi, cu binecuvântările Tale cerești în această săptămână de sfârșiță. Ia-ne de mână pe fiecare și ajută-ne să luptăm cu toți lupta cea frumoasă a credinței, să moștenim a Ta împărăție. Lăudăm și mărim numele Tatălui, a Fiului și a Duhului Tău cel Sfânt. Amin. Amin. Köszönöm szépen a közösségnek, hogy hozzájárult, hogy ilyen szép programot tudtunk előállítani a délelőtt is, délután is. Ezért jutalom jár nektek, testvéreim. Úgyhogy ne siessetek haza, a diakónia készült egy kis kóstolóval, úgyhogy mindenkit szeretettel várunk, mindenkit, az azt jelenti, hogy mindenki, senki ne maradjon ki. Až vrasa punši, se spunši pe limba română, ca să nu credeți că nu vrem să vă invităm. Deci vă rog frumos să nu vă grăbiți, să nu plecați acasă, că o puțină gustare este pregătit pentru noi la subsol și vă aștept cu drag să continuăm părtășia aceasta ce am avut sâmbătă aceasta. Corci bácsi mellé sorakozom, ő azt mondta, hogy 20 évvel ezelőtt jobb, nem várta ennyire az Úr Jézust. Én azt mondom, hogy 40 évvel ezelőtt nem vártam ennyire az Úr Jézust, viszont ezt az éneket, amit énekelünk, 40-45 éve ezelőtt hallottam, Szent Iványon, és azt hittem tényleg, hogy mi vagyunk az a nemzedék, aki meglátja az Úr Jézust. Most már mindjárt azt kell mondjuk, hogy közöttünk vannak, az unokáink énekelik azt, hogy mi vagyunk az a nemzedék, hogy meg fogjuk látni az Úr Jézust, a mi szemeink meglátják. Testvéreim, erre azt kell mondjam, hogy kitartás, és ne csüggenjünk. A remény az ne lankadjon bennünk. Ha élve, ha nem látunk halált, úgy ismét látjuk az Úr Jézust, viszont ha halált látunk, feltámadunk, és meglátjuk az Úr Jézus előjövetelét. De addig is énekeljük ezt az éneket, hogy mi vagyunk az a nemzedék. Evel az énekkel búcsúzok, és kívánok mindenkinek egy kellemes és sikerekben gazdag jövő hetet.